Itt a farsang állabáll a tolnai selyem óvodában. Bár idén nem egy sportcsarnokot megtöltve szülőkkel együtt ünnepelnek a gyerekek, hanem csak szűk körben az óvoda falai között, a jókedv így sem maradt el. Már az előző héten is erre készültek a gyerekek, kollégák, igazából már elkezdtük, hiszen már reméljük, hogy vége lesz a télnek, és múlt héten nagyon sok volt a beteg kisgyerek, nem szerettük őket megvonni az élménytől, így áttettük erre a hétre, de nagyon jó döntés volt, mert most megérkeztek a gyerekek, és teljes messzélességében nagyon élvezik a farsangi készülődést. A hét az abszolút a farsang jegyében telik, a gyerekek már reggel óta felöltözve várják a mulatozást, versenyjátékokkal, vidám élvezetes táncokkal, fánksütéssel, beöltözéssel, jelmezekkel, és ennek nagyon örülünk, hogy a szülők is ebben nagyon partnerek voltak, úgyhogy hát látszik is, hogy a gyerekek nagyon jól érzik magukat. Sajnos ez már egy évvel ezelőtt elkezdődött, egy évvel ezelőtt történt az, hogy sok-sok éven keresztül sportcsarnokban szülőkkel közösen ünnepeltük a farsangot. Hát már a múlt évben is csak szűk körben tudtuk óvodai szinten, az idei évben meg csak csoport szinten, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt megünnepeljük, hogy a gyerekek is élvezzék, hiszen nagyon jó helyen dolgozunk kollégákkal együtt, hiszen itt a gyerekek közt csak öröm és boldogság tud lenni, főleg ebben az időszakban, nagyon várják, nagyon kedvelik, úgyhogy hát egy ilyen nagyon jó hangulatban telik ez a télvégi, tavasz elő időszak. Lilla az egyik kedvenc hercegnőjének öltözött. Éppen most itt fogalat játszok, és sok minden szoktunk csinálni. Ma még ilyen bubuszbedobálós játszottunk, akkor kapjunk ilyen édességet is. De jó, és milyen édességet? Gumicukrot, legyen csokit. Az óvoda vezetője azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekek a járványhelyzet ellenére ne érezzék magukat korlátozva, és a szülők ugyan nem lehettek jelen, így is rengeteg segítséget nyújtottak. Minden családot érint valamilyen szinten ez az egész Covid járvány, ez a vírus helyzet. Minden családban valaki valamilyen szinten érintett, de a gyerekek nagyon rugalmasak, nagyon jól veszik ezeket a dolgokat. Hát annyiban, hogy a szülők nem jöhetnek be az oviban, tehát ez számunkra is, a szülőknek is nem egy kedvező helyzet, de ezt is próbáltuk rugalmasan megoldani. A szülők nagyon partnerek, Facebook csoportban minden alkalmat megragadunk módszert arra, hogy velük a kapcsolatot tartsuk. És hát ebből is látszik, hogy ők is nagyon készültek, támogatták ezt a programunkat, jelmezekkel, finomságokkal, italokkal, mindennel segítettek bennünket. És majd természetesen kis videókkal, fotókkal fogjuk őket majd tájékoztatni erről a kis rendezvényünkről.